A Merkantil Bank Liga 28. fordulója indul hamarosan. Itt Pécsett az új meccsek alján a PMFC stadionjában. A hazai csapat a Tisza Kécskét látja vendégül, és hát bármennyire is fájó ezt kimondani pécsiként, kiesési rangodót vív egymással a két együttes. Ugye ősszel már találkozott egymással természetesen a bajnokság első körében a két gárda, akkor Tisza Kécskén gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó. Balázs, Miknyócki nagyon harcos, és meg is szerzi a labdát. Miknyócki. Bukovics. Ugye csereként lépett pályára annyira egy háza ellen, tudott is lendületet hozni a csapat játékába. Az nagyon szép támadás eddig. Harsányi már a 16-oson belül rosszul passzolt vissza. A második hullámban nem érkezett társ. Ugye védők kitották oldalra a PMFC. Jön is középre a labda. A csúsztatás sem rossz. Hudák el tudja lőni, óriásit védett Kis. A gólvonalról sikerült gyakorlatilag kiszednie a labdát, de közben már magasban a partjelző zászlaja, a lövés után a kipattanóra startoló pécsi játékos már le sem volt. Vajda mozdul be az üres területre és össze is gyűjti. Ez nem volt rossz, Cif. A 16-oson kívülről ellövi. Életerős bomba volt ez. Ketten együtt összesen 54 mérkőzést játszottak a szezonban, és ebből 16-szor 1-0-ás végeredménnyel zárultak a mérkőzéseik. A Pécs 10-szer játszott ilyen meccset, ebből egyébként 4-et tudott megnyerni. De a Tisza Kécskének is van 6 darab 1-0-ás találkozója. Közben már a pécsi 16-oson belül a labda ott van. Balázs Benjamin előtt el tudja tekerni, az nem volt kéz. Várról pattant le, hiába reklamáltak a vendégek, de vigyázni kell még mindig a Pécsnek. Szabó. Terve. Miknyócki. Az első csel jó, terve botond. Ki jobbra Szabónak. Szabó még mindig. Miknyóczi, ők hárman játszanak most össze. Miknyóczi befelé húz. Ballal el is lőheti, de hát ez elég vérszegényre sikerült. Terbe viszont összeszedi, ellövi! Gól! Terbe! A 32. percben! Hát talán eddig ő játszott a legjobban az első félidőben. Sok-sok labdaszerzés. És most is igazából egy lecsorgó, kipattanó labdát gyűjtött össze ott a 16-os előterében. Aztán nagyon okosan, lassan elgurította a hosszú alsóba a labdát. Ezt így Kis nem tudta védeni, leginkább azért nem, mert javarészt takarásból érkezett ez a lövés Terbe botond részéről. Az első gólja Terbének a szezonban, a PMFC pedig megszerzi a vezetést a mérkőzés 33. percében. Kicsit magasabban jön a labda középre. Lefújta a játékvezető. Igaz, hogy a kapuba került a labda, Rácz László volt nagyon határozott, kemény. Nyilván a játékvezető és Kis Ágoston szerint inkább szabálytalan. Meglökte a gólvonalon a vendége kapusát, így tudta besodorni a labdát a kapuba. Úgyhogy nincsen újabb pécsi gól. Tóth Gábor. Sterbe még talán tovább tudja tenni. Nincsen les. Mélyről indult Szabó. Az is még jó. Harsányi. Nagy helyzetben Harsányi legurítja, de már fönt a zászló, úgyhogy hiába gurul be a labda a kapuba, hiába pöcköli be Laca Alex. Nincsen gól. Majnovics. Vigyázni kell, de megoldja. Laca. Jó nagy terület előtte Laca. Be is gyújtja a rakétákat, mint ahogy a Majnovics is. Kapja a labdát Lacától, aztán vissza, ez gyönyörű passz volt, Laca Alex, már a 16-oson belül elpattant, fölpattant Harsányi lába előtt. Kár érte, Laca viszont visszaszerzi, Majnovics. Harsányinak ez így hosszú lett. Megint Vajda, és Cif a labda mögött, szabadrugás előtt. És megint Cif íveli föl, most a hosszú oldal felé Balázs Benjamin még bent tartja. Szőr. Az első csel jó, jön a beívelés, de hát az úgy Elesvai Donáté, aki szépen a pálya felé fordul és rádül a labdára. Na ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést Farkas Tibor. A 2024-es naptári esztendőben először nyer a PMFC, hazai pályán legyőzte 1-0-ra a Tisza Kécske csapatát Terbe botond góljával, amit még az első félidő derekán azután egy kicsivel lőtt. Egyébként Terbe nem csak a gólja miatt, hanem a játéka okán is a meccs legjobbja volt, szerintem ezt nyugodtan ki lehet mondani. Mi helyzetünkben ez elég egyértelmű, hogy hogyan értékeli az ember.
Egy szegedi győzelem után azt gondolta az ember, hogy elindulunk fölfelé. Helyett múlt héten kikaptunk az utolsó Óvártól. A mai meccsen meg a hazai csapat úgy érzem, hogy jóval jobban akarta a győzelmet. Tettük mi a dolgunkat, de nem volt meg a kellő átütő erő a támadó játékunkba. És gól nélkül nagyon nehéz mérkőzés nyerni. Hát van fontos győzelem, van fontos találkozó, és van fontos siker, akkor ez ma az volt, a mi részünkről elképesztő nyomás alatt játszottunk, és egy tipikus kiesési rangadót vívtunk. Játszottunk már ennél sokkal jobban, nem a múlt héten persze, és akkor nem jött a siker, ideje volt, és nagyon boldog vagyok. Nem nagyon volt még az életemben ilyen, hogy 6 mérkőzés ugye nem volt sikeres. Ezért egy pár dolgot még elmondanék most rendhagyó módon is talán. Nagyon fontos diadal volt számomra. Nagyon fontos győzelem volt, én nagyon gyorsan meg tudok szeretni egy csapatot, egy várost, és ezúttal sincs másképp. Persze segít nekem ebben az, hogy elképesztő tisztelettel és szeretettel fogadtak a városba, meg persze óriási várakozással, és mindezt úgy, hogy még pontunk, vagy győzelmünk sem volt, és mégis bárhol megyek itt Pécset, hihetetlen szeretettel fogad, és szeretném ezt meghálálni. Szeretném ezt visszaadni a szurkolóknak, szeretném a csapatot bent tartani, és ilyen szempontból ez egy borzasztóan fontos mérföldkő volt, az első közös győzelmünk. Köszönöm a támogatást mindenkinek, nyilvánvalóan rengeteg teendőnk van még. A képet viszonylag egyszerű, van még hát 6 mérkőzésünk, ebből meg kell nyernünk 3-at, akkor biztos, hogy benn maradunk. Ezon leszünk, hogy már jövő héten is egy bravúrral távozhassunk Kispestről. De most maradjunk annyiba, hogy elképesztő boldogságot érzek a mai győzelem miatt.